Lakossági fórumot tartottak a Szűcs telepen, kiemelt téma a közbiztonság és annak javítása volt. Hogy miért volt szükség erre a fórumra és mi hangzott el, arról is beszámolunk mai híradónkban. De előtte nézzük további híreinket röviden. Holnap délután elindulnak az idei Kossuth toborzó ünnepély és Huszár Fesztivál programjai. Már lehet szavazni a Mi Parkunk, Mi Kertünk című pályázat alkotásaira. És George Pál is kiemelt szerepet kapott a most indult Budapest klasszikus filmmaratonon. A Ceglédi Televízió szerdai híradóját látják, jó estét kívánok! Újra fórumra hívta a Szűcs és Kernács telep lakóit a városrész önkormányzati képviselője, László Ágnes mellett dr. Csáki András polgármester, valamint a rendőrség és a polgárőrség képviselői is részt vettek a megbeszélésen, hogy együtt találjanak megoldást az ott élők életét egyre inkább megkeserítő problémás emberek ellen. Összegzésként elhangzott, szükség van a városrészben lakók segítségére, együttműködésére is ahhoz, hogy jobb legyen a helyzet. Azt kérték tőlük, minden esetben tegyenek bejelentést, és ha lehet, csatlakozzanak minél többen a polgárőrséghez is. Idős, de sokszor fiatalabb emberek, sőt gyerekek zaklatása, fenyegetése, lopás, garázdaság, kábítószer fogyasztás. Sok más mellett ezekkel a problémákkal szembesülnek, és egyre többször a Szűcs és Kernács telepi városrészben élők. Néhány hónapja is volt itt egy hasonló fórum, akkor is a fő téma a közbiztonság volt, de azóta új betelepülők is érkeztek ide az ugyeri városrészből, és ők láthatóan nem tudnak beilleszkedni ebbe a közösségbe sem, mint ahogy az előzőbe sem, mondta László Ágnes. Ez komoly problémát jelent méghozzá közbiztonságilag. Ezzel a fórummal azt szeretném elérni, hogy közvetlenül az érintettek, tehát a rendőrség, a polgárőrök tudjanak egymással kommunikálni. Igazából ez egy kötetlen beszélgetés lesz, ahol az érintett felek megoszthatják együtt a tapasztalataikat, illetve talán választ kaphatnak az illetékes hatóságoktól, hogy milyen eljárás kell folytatni abban az esetben, ha őket akármilyen atrocitás éri. Nem csak ebben a városrészben, hanem több helyen is Cegléden gondot okoz a kábítószerfogyasztás. Az ellátási rendszerből nem kérő vagy oda beilleszkedni nem tudó hajléktalanok megjelenése. A vasútállomás és környéke pedig egy fokozottan terhelt terület. Itt kiemelkedően fontos a közbiztonság megerősítése. A képviselő többször kérte a MÁV illetékeseit is, tegyenek meg mindent a saját területükön a biztonság megerősítéséért. A fórumon az is elhangzott, a városrészben élők hiába tudnák gyorsabban elérni a vasúton túli területet a gyalogos felüljárón, nem merik elengedni gyermeküket azon az útvonalon. És az is látható, hogy egyre többször fiatal, sőt gyermekkorúak maguk az elkövetők, zaklatók. Azt kell mondani sajnos, hogy egyre fiatalabb a korosztály, aki vandálkodik, zaklat, koldul, és ennél vannak azért súlyosabb problémák is, mint a prostitúció, a drogfogyasztás, és ehhez egy komplex összefogásra van szükség az, hogy ezt megakadályozzuk egyáltalán, valami történhessen benne. A fórumon részt vett a város polgármestere is, dr. Csáki András arról is érdeklődött a rendőröktől, vajon a gyermeket látnak az utcán napközben, számon kérik-e, miért nem iskolában vannak. A rendőrség képviselői elmondták, természetesen igen, van egy eljárásrend, amit követnek, és persze jelentik a megfelelő hatóságoknak is. A rendőrség pedig azt kérte az itt élőktől, mindig mindent jelentsenek be a 112-es számon. Legyen nyoma annak, hogy jelzik a problémákat. Elmondták azt is, tudnak a felmerült problémákról, folynak az ügyekben nyomozati tevékenységek. A fórumon részt vette a Ceglédbe, de Polgárőr Egyesület elnöke is, aki elmondta, ahhoz, hogy segíteni tudjanak, nekik is segítségre van szükségük. Pontos és gyors információkra. Ők bármikor elérhetőek. Itt legelőször is azt kéne, összefogás kéne, mert én úgy látom, hogy itt is mondjuk, meg ott is mondjuk, meg ez a tulajdonos, meg az a tulajdonos, letenni valamit az asztalra, vagy úgy, hogy az Ágika is mondta, vagy a polgármester úr, hogy bizonyíték legyen. Mert az hiába, meg kamerát főtén, akinek van rá lehetőség, tegyen fő bennük kamerát. Sajnos ezt az életet itt más nem tudunk csinálni. Emellett pedig szívesen fogadnák a jelentkezőket, hiszen minél több polgárőr van, annál többször és több helyen tudnak jelen lenni ők is.
Már holnap délután elindulnak az idei Kossuth toborzó ünnepély és Huszár Fesztivál programjai. A diákoknak és felnőtteknek egyaránt meghirdetett szónok, valamint versíró verseny lesz csütörtökön 14 órától az első esemény. A toborzó szombat éjszakáig tart, de kísérő rendezvényként vasárnap 18 órától a kedves Ceglét felolvasó est és teraszkoncert zárja igazából a programsorozatot. Már holnaptól színes programok várják nem csak a ceglédieket. Elindul a Kossuth toborzó ünnepély és Huszár Fesztivál. Idén azt üzente címmel versíró szlem és szónok versenyt is hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Ez nyitja csütörtökön 14 órától az intézmény kamaratermében az eseménysort. Majd szintén holnap 17 órakor megnyílik a Kossuth Lajos azt üzente címet viselő kiállítás. Az is kiderül, kik lettek az alkotói pályázat díjazottjai. Már koncert is várja a kikapcsolódni vágyó a csütörtökön a Kossuth téren. Ferenczi György és az első pesti Rackák, valamint a Modern Art Orchestra koncertje nyitja a színpadi programok sorát. Idén is megrendezik a Kossuth konferenciát. Pénteken 10 órakor kezdődik a Művelődési Központ kamaratermében. És persze most is elhangzik majd Kossuth Lajos híres toborzó beszéde. Pénteken 11 óra 30 percre érkeznek a diákok, és persze Kossuth Lajos a Szent Háromság szoborhoz. A Kossuth téri nagy színpadon pedig pénteken 17 órakor indulnak a programok László Attila műsorával, majd Szabó Balázs bandája, és a nap zárásaként a Lóci játszik zenekar szórakoztatja a közönséget. A hagyományőrző felvonulást most is szombaton délelőtt rendezik meg. Ismét az autóbuszállomásról indul, és a Kossuth-Ferenc utcán haladva a Városház elé, majd a Kossuth térre érkezik a látványos felvonulás. Itt hangzanak el majd az ünnepi beszédek, és a Kossuth tér lesz a Huszár konyha főzőverseny helyszíne is. Szombaton ekkor már az Eötvös téren is programok és gyermektoborzó várja a családokat. Szombaton több más mellett lesz Kossuth szakámustra is, és persze újabb koncertek várják a térre látogatókat. Fellép a Kiskata zenekar, koncertet ad Péter Fibori és a Love Band, az eseményt a Kossuth téren pedig a Pannonia All-Stars Ska Orchestra zárja. Vasárnap este kedves Cegli címmel egy rendhagyó felolvasó est és teraszkoncert is lesz. A Művelődési Központ B épületének udvarán Farkasházi Réka, Nagyidai Gergő, Balog Erika és Csiszár Ferenc várja a közönséget. A részletes programok a kossuthtoborzó.hu oldalon is megtalálhatók. A fontos információk, az időjárás miatti esetleges változások pedig mindig megtalálhatóak lesznek a Kossuth Művelődési Központ Facebook oldalán. Már lehet szavazni a Mi Parkunk, Mi Kertünk című pályázat alkotásaira. A gyerekek rajzait a Várvak Kft. Weboldalán lehet megtalálni, itt lehet leadni a voksokat a közönség szavazásra. Jövő hét vasárnapig, azaz szeptember 29-ig van lehetőség a számunkra legjobban tetsző rajzokat segíteni, hogy elnyerje a külön díjat. Ezek a gyönyörű rajzok csak néhány azok közül, melyek a Várvak Kft. Által meghirdetett Mi Parkunk, Mi Kertünk pályázatra érkeztek. A város környezetszépítési versenyének minden évben fontos eleme, hogy a ceglédi gyerekeket is megszólítják és azt kérik tőlük, rajzolják le, milyennek látják a szép környezetet, a természetet. Nagyon népszerű volt, már a tavalyi évben is, de idén még több alkotás érkezett, 340 darab rajz érkezett hozzánk be. A beérkezett alkotásokat idén is az online térben lehet megtekinteni. A Várvak Kft. Pedig arra is kíváncsi, a közönségnek melyik rajzok tetszenek a legjobban. A rajzkiállítás mellett mi egy közönségszavazásra is hívjuk az érdeklődőket. Bárki leadhatja a szavazatát a neki tetsző alkotásra. Igazából minden kategóriában le lehet adni egy-egy szavazatot a rajzokra. Négy kategóriába kerültek ki ugye a rajzok, van az óvodás korcsoport, az 1-től 4. osztályos korcsoport, az 5. 6-osok és a 7. 8-osok is külön rajzoltak nekünk. A rajzokra szeptember 29-én jövő hét vasárnap éjfélig lehet leadni a szavazatokat az interneten. A legtöbb voksot kapott képek készítői pedig majd az ünnepélyes eredmény hirdetésen vehetik át jutalmukat, a tervek szerint október elején. A ceglédi George Pál is kiemelt szerepet kapott a most indult Budapest klasszikus filmmaratonon. A több helyszínen zajló eseményen nem csak vetítésekkel, filmekkel idézi fel a Nemzeti Filmintézet az elmúlt 123 év magyar filmanyagát, de előadások sora is szól a kiváló alkotókról és alkotásokról. Ma például a ceglédi születésű sokszoros Oscar-díjas George Pálról.
Elindult a Budapesti Klasszikus Filmmaraton a többnapos ünnep részeként a Budapest Classics Lab keretében. Előadások és beszélgetések is szólnak magyar és nemzetközi vendégekkel a legújabb filmarchívumi projektekről és kutatási eredményekről. És persze azokról a kiváló filmesekről, akik alakították, formálták például az animációs filmek világát is. Az előadók között volt ma Justin Humphreys filmtörténész kurátor is, aki George Pál hagyatékának őrzőjeként, a modern sci-fi atya életrajzi könyvének írójaként előadásában betekintést engedett George Pál sajátos animációs technikái, elsősorban az úgynevezett cserélgetős animáció úttörő alkalmazásának kulisszatitkaiba, valamint kitért a kivételes animációs művészekkel való együttműködésére is. A francia intézetben tartott előadáson interjút is készítettünk, a korábban már Cegléden is járt kutatóval, filmtörténésszel. Hosszabb tudósításunkat holnapi híradónkban láthatják. Idén is értékes nyereményekkel hirdették meg a Pest vármegye szépe versenyt. Azok a Budapesten és Pest vármegyében élő lányok jelentkezhetnek, akik 18 és 25 év közöttiek. Nincs gyermekük és még nem készült, illetve jelent meg róluk teljes aktkép vagy ahhoz hasonló felvétel. Te is lehetsz királynő, ezzel a szlogennel hirdették meg a Pest vármegye szépe versenyt. A pestmegyeszépe.hu weboldalon található az adatlap, melynek beküldésével lehet jelentkezni. A kitétel, hogy a jelentkező állandó vagy ideiglenes budapesti vagy Pest vármegyei lakcímmel rendelkezzen, 18 és 25 év közötti legyen, és ne legyen gyermeke. Kizárók, ha a lányról készült korábban teljes aktfotó, amely meg is jelent valamely média felületen. A jelentkezőkön csak akkor lehet tetoválás, ha az szolid és nem feltűnő helyen van. A versennyel az a cél, hogy a szépségverseny hosszú távon értéket teremtsen. A 6. alkalommal rendezett megmérettetés egyik különlegessége, hogy nem lesz fürdőruhás felvonulás. A döntőbe 14 versenyző jut majd be. A győztes lány többek között autót és álomutazást nyer. Az őszi szezon első országos bajnokságán léptek Szőnyegre a ceglédi birkózók, utánpótlás OB-n bizonyíthattak a ceglédi asztali teniszezők, sporthíreink következnek. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Csepeli Nagycsarnoka adott otthont az idei őszi versenyszezon első országos birkózó bajnokságának. A felnőtt országos bajnokságon 191-en mérlegeltek be a három szakákban. A ceglédi VS a birkózói két szakákban a kötött és szabadfogásban 4-4 fővel képviseltette magát. A ceglédiek 3 érmet és 3 pont szerző helyezést gyűjtöttek be. Horváth Csaba a kötött fogás legkisebb súlycsoportjában 55 kg-ban szerzett bajnoki címet. Kecskeméti Krisztián is jól birkózott, de a második mérkőzésén válsérülést szenvedett. Ezt a mérkőzést feladta, de így is az elődöntőbe jutott, amit 7-0-ra megnyert, így döntőbe került. A döntőben már nem tudott Szőnyegre lépni, így végül a második helyen zárta a bajnokságot. Ebben a fogásnemben még egy negyedik hely jutott Ceglédnek Tóth Levente révén a 67 kg-ban. Szabadfogásban is jól küzdöttek a ceglédiek és Mizsei Ádám első felnőtt bajnokságán. Két győzelem és egy vereség után a harmadik helyen végzett, és ezzel első felnőtt bajnoki érmét szerezte meg a 79 kg-ban. Testvére Vilán 74 kg-ban is közel volt az éremszerzéshez, de két-két győzelem és vereség után az ötödik helyen zárta a bajnokságot. Brunner Bence is közel volt az éremszerzéshez a 97 kg-ban, de ezúttal neki sem sikerült dobogóra állnia, és így végül a negyedik helyen végzett. Az U17-es utánpótlás országos asztali tenisz bajnokságon léptek asztalhoz ceglédi fiatal sportolók. Párosban 16 közé került Petrik Sebestyén, Ungvári András. Egyéniben 32 közé jutott Ungvári András és Telek Kristóf. Zsigmond Simon betegsége miatt Telek Kristóf alkalmi ajkai párral összeállva indult, és szoros játszmákban nyerhető mérkőzéseken maradtak alul. Petrik Sebestyén, Ungvári András először indultak együtt, egy kötelező győzelem után játszmát tudott nyerni a később harmadik helyen végzett párosuk. Tartsanak velünk a híradó után is, hiszen most is színes ceglédi és környékbeli programokat ajánlunk majd szíves figyelmükbe. Majd kezdődik Fogadóra magazinunk, melyben elsőként a Pest vármegyei közgyűlés tagja dr. Prohászka Mónika, majd Ceglédváros Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke Jakab István lesz stúdiónk vendége.
Háttérmagazinunkban három témával várja önöket Velkei G. Mátyás. Vendégünk lesz a Ceglédi Termelfürdő Kft. Ügyvezetője Szűcs Ádám, a mentőállomás vezetője Horváth László és Újszilvás polgármestere dr. Petrányi Csaba is. Friss hírekkel pedig holnap este is várjuk önöket, addig is további szép estét, jó pihenést, viszontlátásra!